Üdvözlünk mindenkit a Stickball Bajnokság utolsó hagyományos fordulójában, és itt van velünk Hülyen és Lola. Sziasztok! Hello! Nézzük meg gyorsan, hogy kerültek ide a lányok. Gyerünk! Ki megy a labda, ki lesz bátor oda menni a szélére? Hát és most lök le! Nem sikerült. Oh, ennyire repül! Dobott és lelökött egyszerre. Így van, igen, a legszélén kaptad be ezt a labdát. Na most az a helyzet, hogy ha Szabi még egyszer kidob, akkor vége az egésznek, mert ő akkor két pályán nyer. És akkor nem lesz harmadik pálya, hiszen... Szabi milyen kegyetlen, én láttam rajta, hogy ma most le akarja zárni ezt az egészet. Hogy emlékeztek vissza, nálatok okozott esetleg otthon ilyen családi konfliktus, mert azt tudjuk, hogy Ádám nagyon rá van függve most a játékra, nagyon szeretne nyerni. Igen, nagyon ügyes, és nagyon örülnék neki, hogyha fele annyira ügyes tudnék lenni én. Egyébként én azt a kritikát mondtam magamra az előző mérkőzésen, hogy rosszabb vagyok, mint a Lola. Ó, hát azt hiszem, hogy ez most elég magas labda. Igen, szerintem én ebben egyébként jó vagyok. Én Szabival voltam itt játszani, és ő azért, akkor nekem úgy tűnt, hogy tudja, hogy mit csinál. Okozott egy kis konfliktust, akkor még szomszédok voltunk, azóta elköltöztem egy másik kerületbe. Vajon ezért? Miért? Ezért, mert nem tudtam a vereséget feldolgozni. És ugye Szabi azóta már kiesett, úgyhogy... Ádám ellenre. Igen, így van, Ádám ellen, úgyhogy mekkorát fordult a világ, ugye ő fejét ott a felső ágra, de mégis már kiesett, és nektek meg van esélyetek még tovább jutni. Úgyhogy akkor kezdjünk is bele, választhatok ki a karaktereteket, ugye egy Mónikával már gazdagodtunk, és akkor egy csont tesó bombró. Akkor jaj, itt vagyunk. Ezt a pályát, fú. Igen, a kedvenc pályám a nekem, ahol jön a busz, igen, ahol jön a busz, fenn, már is úristen, ez egy nagyon, nagyon gyors kezdés rögtön. És hoppá, na, de szépen kéne, mindenki, abszolút igen, de már a csonttesó felgyújult, vigyázz Lola, majdnem odabetődtél a busz elé. A busz elé. Hát, inkább odabetődtél. Hú, megint nem sokon múlt, és megint majdnem Lolát ütötte el. Ó, és egy kis cézás problémák vannak itt egy picit, ha jól látom. Na, de most, ez az. Nem bírom. Jézus! Busszal mész haza. Ugye 3 pontig zajlik egy pályán a küzdelem, hogyha valaki elfejtette volna. És most viszont az a baj, hogy Lola azonnal a buszot akar állni, és ott van a padnál csontváz. Nem merek ide bújni, mert jön a busz. Igen, hát ez egy, igen, így el kell dönteni ki, hogy jaj. Vivian ugye most éppen meccslabdához jutott ezen a pályán. Tehát, jó, nem érzem magaménak ezt a pontot, de összekacsintottál elfogadom. A hippikkel és segítettek neked. Úgy is lehet taktikázni, hogyha nincs nálatok a labda, akkor a labda eldobásnak a ravaszával lehet a másikat lögdösni. Jaj, de most dobd ki! Hopp! Ajjaj, 2-1! 2-1, de nem baj, még mindig... Na milyen érzés? Szétesni darabokra. Érdemes rögtön egy vetődéssel kezdeni, és akkor meg lehet szerezni a labdát. Ó, és Vivian komolyan gondolta, hogy így lesz, mert ugyanis... Nagyon örülök! Ezt nem éltem át az előző mérkőzésen! Egyszer sem! Már jobb vagyok. Buszám ész! És rögtön a pokolba ugrottunk, hiszen ott érzi magát otthon szerintem bombró, azt gondolom. Ez az én is helye. A Pataki Szabi. Az egyik az biztos, biztos, másik az még véleményes. Na, és kérdezz, na és már is, hát igazad volt, a pokol, kész. És akkor 1-0-nak ezen a pályán, nézzük a folytatást. Vigyázni kell a lávával, ha beleugrottok, akkor megsérültök, de lehet úgy is taktikázni, hogy a másikat belelökitek a lávába. Hopp! De hogy próbálnak rávetődni? Igen, és az ez. Az a láva? Az. Belesétált. Áó! 1-1. Egyébként tényleg sokat feltél célzásban, mert biztos vagyok. Tehát, bár nem gyakoroltam, csak magamba szívtam az erőt. Lehet, hogy Ádám győzelme nekem is segít. Lehet. Ott van. Ú, és Mandinerből. Mandiner, ez pekhes volt. Hoppá, vigyázzatok! És megint mind a ketten csillagosak, úgyhogy most bárkit eltel a labda vége, bár közben a csontesó. És megint Vivi. 2-1 akkor neked ezen a pályán. Ha ezen a pályán nyerek, akkor igazából a harmadik pálya már...
Nem, három győzelmet kell szerezni. Tehát az azt jelenti, hogy ha ezen a pályán is nyersz, akkor ilyen lehetséges lenne az is, hogy ő nyer megint kettőt. Ja, most nekem is örüljünk. Örülünk, csak elvitt a figyelmet Vivien. 2-2, ami azt jelenti, hogy mind a kettőjüknek most meccspontja van, tehát aki a következő pontot megnyer, az azt a pályát is megnyerte. Jaj, hát ez majdnem láva volt pedig. Na, ez majdnem lára fős. Nem? Jaj, beleugrott Lola a lávába, és megint beleugrott. Ez az! De mondjuk ez annyira nem tetszik. Ez hülyeség ez a láva. Mert hogy nem én győzök, hanem a láva. Hát akkor ő is nyeri kupát majd a végén, meghívjuk a műsorba is. Monika már kicsit morc. Itt arra kell vigyázni, hogy néha ezek a szeletek, ezek kijönnek a földből, és hogyha azon állsz akkor azon a véged van. Igen, vigyázz! Majdnem felökled. És mi ez a fura dongó? Azt fel lehet venni. Hoppá, itt egy... Ez kegyetlen leszámolás. Ellentmondás nem tűrő pillanatok voltak, igen. Hoppá! Nem. És kijönnek a darazsak belőle! De ne, és akkor engem támad meg hát a hülye darázs! Viszont felöklelhet a föld. Elkapta a levegőben, egy csodálatos vetődéssel elkapta a levegőben a labdát, mint hogy a valóságban is, ugye a kidobóban, hogy elkapod a labdát. Milyen, akkor... Mi van? Hát dobom és nincs semmi. Nem áll! Istenem! Bezzeg, hogy örül a pályai győzelemnek. Nekem csak a győzelem számít. Az, hogy hogyan? Vivien be van szédülve, de nál van a labda. Ó, és... Kettő-kettő, mert most Lola vezetett ezen a pályán, úgyhogy most döntő. Ha most ugye Lola megnyeri, akkor a következő pálya, te akkor vége a mai küzdelmeknek. Jajajajaj! Hova forog? Érdemes, amikor célzol... Ez nem igaz! Ez nem jó, ez milyen győzelem már? Most komolyan az utolsó pontomat a VIE pálya nyerte meg. Hát... Jobban kellett volna, hogy minek ment oda? Barátapaszatok! Sérült voltam egyébként, sérülten játszottam csak. Nem. Akkor újrajátszás. Jobb volt, mint Szabival. Egyébként tényleg. Ez már győzelem. Na és akkor várunk vissza téged, és akkor elmondhatod Ádámnak. Most rögtön, ahogy vége van a fejtenek, hívott fel és elmondhatod, hogy mi történt. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Lola most sajnos kiesett ebből a küzdelemből, de majd biztos látjuk még valami más játékban. Veled meg még találkozunk legközelebb. Egy ilyen tehetséget kell rejtegetni. Így van. Sziasztok. Hello.